Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés extra legfrissebb száma. Megint édes hármasban beszélgetünk. Legutóbb ugye Pásztor Pista volt itt a vendégünk, ha már nem a stúdióban kézilabda meccsek ürügyén, most pedig Tóth Timi. Szia! Sziasztok! Köszi, hogy itt vagy velünk, és nyugtass meg, hogy legalább a te gyerektáborod az működik, és edzősködsz, és minden a maga útján. Hát igazából én már csak levezető edzéseket tartottam, és a felkészülési tábor az az augusztus utolsó hete nálunk, amit nagyon bízom benne, hogy meg tudok tartani. Ami érdekesség az életemben, hogy harcolnom kell a teremért, amiben eddig vagyok, mert hogy természetesen ilyenkor táborok vannak, ráadásul egy dzsúdós fiú kiszemelte magának az én termemet egész évre is, nem csak most a nyárra, mert őt valahonnan kirakták, úgyhogy eléggé komoly harcban állok már a teremér is, és így most jönnek az életnek a szépségei, ugye a saját egyesületemről van szó, ahol utánpótlást nevelek, és hát én azt gondoltam, hogy van egy fix bázisom, aztán kiderült, hogy nem feltétlenül fix, vagyis hogy nagyon előre kell tervezni a teremmel is, mert ha én ne adom előre a bérleti szándékomat, akkor teljesen elsőbséget élvezek. Most azért ez a vírus helyzet, meg a diplomára készülés, tagdolgozat, egyebek, nem feltétlenül az volt az első, hogy akkor én most még a terembérlettel is foglalkozzak, vagy leadjam a jövőbeni terveimet. Úgyhogy az érdekes dolgokat hoz az élet, és hát itt harcolnom kellett, nem jöttem ki belőle győztesen, úgyhogy egyelőre még a táboromnak is helyet keresek, de hát biztos vagyok benne, hogy meg fog oldódni. Úgyhogy ezek vannak, igazából megkívásokra teszek elevet. Nem is ezzel kellett volna kezdenem, hanem azzal, hogy gratulálunk, hát lediplomáztál, és... Igen, szakedző lettem, nem tudom, hogy ez kinek jó. Egy biztos, hogy valahova fejlődni. Nehéz volt ez a... Mennyi idő? Mennyi ideig tartott ez az egész? 3 évig jártam az egyetemre. Ugye én nem a szövetségnek az egyéves képzését választottam, hanem én belevágtam az egyetemi képzésbe. Érdekes tapasztalás volt ez is, ugye nekem már volt egy sportszervező, vagy van egy sportszervező diplomám, amit elvégeztem, tehát 3 évig már jártam. Én most szépen begyűjtöttem a 2 diplomámat, és itt nézegetem, hogy milyen jó, hogy mind a 2 itt van már. Ez egy jó érzés. Hát azt látom és tapasztalom, hogy az edzőknek nem könnyű az élete, és nagyon szerteágazó. Ráadásul utánpótlás edzőnek lenni szerintem a világ legnehezebb feladata. És bár papíron van, de azt gondolom, hogy edzőnek még nem tartom magamat, hanem ezt meg kell tapasztalni, hogy milyen. Érdekes volt, itt belehallgattam a Pásztor Istvánnal, hogy beszélgetés vagy valahogy sportvezető vagy edző, és ő kellemes helyzetben van szerintem, mert válogatott mellett van. Saját bázist építeni és utánpótlást nevelésbe belekezdeni edzőként, hát ez szerintem az ember akkor mondhatja, hogy ő valóban utánpótlás edző, mikor 10-15 évig már dolgozott. Na most nekem van ebben 1,5 évem. Tapasztalgatom, tanulgatom, különböző tanfolyamokra járok, és hát próbálom a tudást magamba szívni, de van még hova fejlődni, és kell is hova fejlődni még, és szerintem életem végéig fogom amúgy tanulni, és nem tudom, hogy mi az utam. Nem feltétlenül biztos, hogy ez, ami érdekes. Mondjál már erről a klubról azért valamit, mert még én sem igazán pontosan tudom, hogy ez hol van, és ez a bizonyos terem például, amit kicsavartak a kezedből, ez... Még bízom benne, hogy nem. Csavarták ki teljesen. Ugye az én egyesületem az gyermekeink sikeréért sportegyesület, mert ugye hát kellett egy egyesület, az meg volt, az élet úgy hozta az életembe, hogy ez lett, ez egy meglévő egyesület volt, amiben becsatlakoztam. Ezen kívül már van a szakosztály része, amit ott utánpótlás sportiskola néven fut. Ez a kézilabda része, és hát ezt a nulláról kell felépíteni. Ez Békás megyeren van a bázis igazából, egy szakközépiskolában, a Varga István szakközépiskola, ami az én termem. Ez egy nem is szabványméretű terem, tehát kisebb terem. És akkor ugye nyilván a környékbeli iskolákkal próbálok együttműködni. Bízom benne, hogy ez a vírus helyzet létrehozza azt, hogy elindulnak az iskolák, és akkor azt tudom mondani, hogy szeptembertől már 3 iskolában vagyok Békás megyeren. Egy a hegyfelüli oldal, és 2 pedig a Duna felüli oldal. Bocsánat, csak a nem budapesti, ja.
Mondjuk el, hogy ez Budapest harmadik kerület. Harmadik kerület, igen. Hát próbáltam egy olyan szegmens találni, vagy egy olyan környéket, amúgy nyilván az Óbuda FC-nek nem szerettem volna betenni. Azt gondolom, hogy ugye itt nyilván nagy harcok mennek, Klári nénit ismerjük, aki 100 éve építést csinálja. Nádori Klári néni, igen. Nádori Klári néni, igen, bocsánat. És akkor én megtaláltam igazából, mivel Szentendrén élek, a legközelebbi pontot Szentendréhez is, úgyhogy ez a terem ez teljesen ideális, mert ez már majdnem Békás-megyer széle, Szentendre felé eső rész. És akkor amiben még nyilván gondolkodom, az a Budakalásszal való együttműködés is valamilyen szinten, mert én inkább csak a lányokra fókuszálnék, viszont ha azt nézem, hogy én még nagyon a kicsikben vagyok, és szivacskézilabda, akkor viszont a további út a fiúknak nyilván az a Budakalász, ami olyan bázis lehet, vagy olyan lehet, majd a hosszú távon, úgyhogy erről is már így tárgyalgattunk, és akkor így dolgozgatom, rettenetesen meg. Tehát, hogy én soha nem gondoltam volna, egy iskola előtt állok, és fogom a gyerekek kezét 4 órakor, és sétálok át velük majd edzést tartani. Innen indultam. Ehhez képest most már azt mondhatom, hogy már jönnek, és már azt hiszem, hogy az U11-eseknél, akik bőrösek lesznek már, ott már azért egy ilyen 14 alapemberem van, akivel én dolgozom személy szerint, és én tartom az edzéseket nekik már másfél éve, vagy egy éve. Úgyhogy ilyen, azt kellett megtanulnom, hogy ilyen nagyon pici, apró lépésekkel. És az, hogy mondjuk én Tóth Tíma vagyok, és valamit letettem az asztalra, az nem feltétlenül jelent semmit. És nem feltétlenül vonza azt, hogy akkor nekem majd 1-2 éven belül már ilyen 100 fős bázisom lesz, és nem tudom mi, hanem tényleg ezt, hogy apró lépésekkel, és rettenetesen összetett feladat. És azt érzem, hogy a Békás... De Timi, mindenképpen ilyen saját bázisban gondolkozol? Tehát mi van, ha holnap kapsz egy ajánlatot valamelyik klubtól, a Fraditól, vagy a Várctól, vagy bárhonnan, hogy Timi, kéne nekünk egy jó utánpótlás edző? Volt már ilyen megkeresés, akár NB1-bés csapattól is, hogy lennék-e edző. És hát egyelőre azt érzem, hogy nyilván a prioritás az életemben az a család, alapítás és az egyebek. Emellett azt gondolom, hogy ezt nagyon szépen lehet építgetni, és nagyon jól kiegészíti egymást. Aztán majd, hogy merre fut az élet, és mi lesz, azt nem tudom, hogy mit produkál még számomra. Azt tudom mondani, hogy a kezdeti nehézségek után most már élvezem, és a számomra egy nagyon jó dolog, mikor az iskolák hívnak föl, hogy szeretnének velem együtt működni. Ezt már valamilyen szinten elértem, tehát a hírem úgymond már valamennyire elindult a kerületben. Nem könnyű, egy szép kihívás, én azt gondolom, jelenleg ez most tölt engem, ez most pozitív, tervezem a jövőt, építgetem, belekóstoltam, hogy milyen nem könnyű feladat, de egyelőre ez van. Egyelőre ez van az életemben. Ez minden esetre azért egy különleges út, amin elindultál, mert ennél egyszerűbbeket szoktak választani a volt játékosok. De hát azért van példa, mert ha úgy belegondolunk, az Éles Józsinak a kézilabda iskolája is valahogy így indult annak idején, és nézd meg, hogy hova jutott, hogy végül is NB1-es csapatuk van. Nem tudom, mennyire áll meg az összehasonlítás, de hát valahol az ötlet szerintem a Józsinál is ez volt, amikor ezt elkezdte csinálni. Úgyhogy azért lehet optimistán is nézni a világot. Igen, és ha azt veszük, neki sem volt könnyű feladata, mert azért Veszprém mellett egy ilyet kialakítani, és azt jól megcsinálni, az azért nem kis feladat. Hát én is ezt érzem, hogy ugye rengeteg lehetőség van Budapesten, nagyon kevés terem lehetőség van, tehát hogy egy nagyon nehéz feladat ez. Tényleg nagyon nehéz feladat, de valamiért ugye ez sodorta az élet, és így alakult. Amit rettenetesen élvezek, hogy a saját magam ura vagyok benne, és ez így nagyon jó tud lenni amúgy. Igen, ezt tovább fejlesztetted, amit a Pásztor Pista csinál, hogy ugye ő edző, és te még tulajdonos is. Így aztán ott uralod a döntést. Igen, én nem tudom kirúgni magamat, ha valami nem úgy sikerül, vagy nem fogom, valószínűsíthetően. Minden esetre egyébként az biztos, hogy azért Budapesten ahhoz képest, hogy régen mennyi klub volt, és hány felé, vagy mindenfelé lehetett kézilabdázni, manapság azért ez sokkal nehezebb, és én nekem például csomószor keresnek meg ilyen hát ismerősök, meg ismeretlenek, hogy jaj, hát
te biztos ismersz mindenkit a budapesti kézilabdával, segítsél már, hogy hova vigyem a 9, 10, 11, 12, 15 éves gyerekemet, és igazából nem nagyon tudok nekik mit mondani, mert valójában tehát szerintem a budapesti kézilabda az alul van szervezve, tehát biztos, hogy szükség lenne olyan klubokra, még többre, kicsikre, nagyokra, ahova a gyerekeket könnyebben el lehet vinni, mert mondjuk Budáról elvinni Lőrincre, meg keresztbe Kassula városon, az nem megoldás. Én azt gondolom, hogy azért majdnem minden kerületben van bázis. Tehát amikor engem például felhívnak, hogy akkor ők 18. kerületben laknak, és hol vigyék a gyereket, és akkor láttak már engem is, hogy a bajnokságban, és én mindig azt tanácsolom, hogy a legközelebbi hely legyen, amit megtalálnak, és inkább, ha úgy van, akkor atletikus képzésre, plusz fejlesztésre vigyék el a gyereket heti egyszer, az edzések mellett, ami mondjuk az iskolában van, vagy a környéken van a klubban. Azért is nehéz Budapest, pont amit mondtál is, hogy azért egy órákat utazni a gyerekkel dugóba azért, hogy ő most olyan nevelést kapjon, vagy olyan lehetőség legyen, nem jó. Tehát, hogy én mindenkinek azt tanácsolni, hogy már magam ellen beszélek, de a legközelebbi bázis próbálja, mert pont azért, hogy a gyerek ne legyen teljesen kizsigerelve, és ne az legyen, hogy este 8-kor érnek haza a 9 éves gyerekkel, mert addig a foglalkozás neki, úgyhogy reggel megy az iskolába, fáradtan jön már az. Tehát, hogy egyáltalán nem könnyű ez, és egyáltalán nem, és akkor én inkább azt szoktam, hogy meg én azt is szeretem, ha nem csak a kézilabda van nekik 12 éves korukig, hanem próbáljon ki több mindent, ha lehet, akkor az iskolai szakkörökre menjen és táncoljon, próbáljon más sportot is, hogy ügyesedjen, hogy ne csak egyfajta specifikus képzése legyen a gyerkőcnek, hanem inkább ilyen speciálisabb legyen. Volt az előbb egy fél mondatod, már jó előbb, még az elején, amikor a diplomáról beszéltünk, majd még arról is akarok valamit kérdezni, hogy nem biztos, hogy ez a te utad. Ez mire vonatkozott, ez az egész kézilabda edzősködése? Tehát lehet, hogy van valami egészen más B vagy C terv, amiről még nem tudunk, vagy azért ez mindenképpen a kézilabdához kötődik, csak lehet, hogy nem saját bázis. Én azt gondolom, hogy addig kell eljutnom, és valahol ez a tervem, hogy nyilván irányítsam ezt az egészet. Olyan emberekkel és edzőkkel vegyem körül magamat, akikkel nagyon jól tudok együtt dolgozni, és van egyfajta szemlélet, ami alapján tartjuk a utánpótlás nevelést, ami nem feltétlenül tényleg arra, mert azt látom, hogy rettenetes deficit van a mostani gyerekekkel. Én nekem inkább csak az lenne a célom, hogy szeressék meg a mozgást, meg egyáltalán mozogjanak meg egyáltalán, ne csak azt a okostelefon nyomkodják, meg a nem tudom mi legyen, és hát azért erre ez a harmadik kerület, ez a panel rengeteg, és egyébként egy nagyon jó hely, ami inkább egy speciálisabb és egy másabb kihívás. Ugye az elit képzés rendszer, ami a fejemben van, hogy hosszú távon aztán inkább egyéni képzést adni a gyerekeknek, és olyan valami ilyesmi lenne, és kiemelni az ügyesebbeket, és aztán továbbadni őket az akadémiákra, ahol tényleg olyan megfelelő lehetőségek vannak nekik, amiben aztán tudnak, és olyan közegben vannak, ahol ügyesek a gyerekek. Valami ilyesmi van a fejemben, de hát egyelőre én még csak így tapasztalom, hogy mi hogy van. Tehát, hogy nem feltétlenül tudom azt sem, hogy mi a jó irány. Ami nagyon jó visszaigazolás, hogy bármilyen utánpótlás tanfolyamra, vagy bármire elmegyek, mindig azt kapom vissza, hogy jó az, ami a fejemben van, és jó az a szemlélet, amiben látom én, és ahogy kellene. Csak nagyon nehéz azzal versenyezni, ha például elmegyek, és ezt példának hozom föl egy U9-es bajnoki mérkőzésre, és egyszerűen a gyerekek már kézilabdáznak, és már faltolnak, és már védekeznek, az én gyerekeim meg halásznak, labdát elcsennek, ügyeskednek, és fogalmuk nincs, hogy mi az a védekezés, tudod? És néznek rám kikerekedett szemekkel, hogy Timi néni, mi történik, és mi ez? És mondom, nem kell még ezt tudnotok, majd megtanuljuk. És ez egy ördögi harc bennem, hogy a támogatást úgy tudom lehívni, ha elviszem őket versenyre, az én elveimmel ez a szemlélet nem feltétlenül, tehát, hogy nagyon összetett, és nagyon, és az, hogy már én a szurkolók, a szülőknek
mikor meccset fújok, kiabálok ki, hogy fejezzétek már be, mert le lehet jönni, le lehet fújni, tehát, hogy aj, nagyon nehéz. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen lesz, nem gondoltam volna, hogy ebben van, és a legtöbbet a lelkükkel kell foglalkoznom, és a szülőket is behívni már a meccsedőt, hogy higgyétek el, hogy én nem most akarok ilyen kis bajnokokat nevelni, és nem tudom mit, hanem azt szeretném, ha szeretnék, élveznék, mosolyognának, ha ő labdát akar csenni, csenje. Ha jót akarsz, akkor bevezetsz egy olyan szabályt, hogy a szülők azok 10 méteres távolságon belül nem lehetnek a pályához. Sem edzésen, sem meccsen, mert annál kártékonyabb nincsen valóban, amit a... Hát, nagyon, nagyon, nagyon nehéz. Én nem ragaszkodom senki, ezért mindig elmondom, hogy nem biztos, hogy az a jó, amit én képítek, és az a legjobb. Számomra az a legfontosabb, hogy a gyerek mosolyogjon és élvezze, még hogyha látom, hogy nem lesz belőle soha kézilabdása, és nem, de ha már nekem a meccsere úgy jön el, és úgy megy haza, hogy ő ezt élvezte, pedig sok sikerélménye nem volt, de mégis mosolygott, mert én aztán berakom, és jön annyi lehetőséget kap, mint a legügyesebb gyerek, akkor én már boldog vagyok, és engem az már boldoggá tesz, hogy őt láttam mosolyogni, és ő így megy haza, hogy ez neki nagyon jó volt. De mondom, ezek a kettős harcok, és nyilván, amikor a Tottiben hozza oda a csapatát, akkor ott elvárások vannak. Az edzőtársak ezt is élveznek, azt, hogy az egész egy ilyen örökös harc magammal is, és komolyan mondom nektek, hogy ilyen mérkőzés előtt nem izgulok úgy, mint amikor megyek a bajnoki meccsre, és elmondom nektek, hogy van, hogy álmatlan éjszakám van, hogy másnap nekem oda ki kell állnom, és a bőrömet oda, meg az arcomat oda kell tenni. És erre nagyon jó példa, hogy tegnap Edina mondja, hogy majd ő eljön az edzésemet megnézni, és tudom neki, hogy inkább menjünk el egy jó tenni. Tehát, hogy... És amikor jön a szakfelügyelő, akiben amúgy imádom és szeretem a Takács Gabit, például megnézni az edzésemet, remegő gyomral tartom az edzést, és a legjobbat akarom oda tenni, és hát ez egy borzasztó. Hát nem gondolnám, hogy ez ilyen, meg ilyeneket hoz ki belőlem, ezért gondolom néha azt, hogy nem feltétlenül biztos, hogy ez az én utam úgy, hogy nekem kell az edzéseket tartani, de azt meg szeretném, hogy az edzők, vagy akik foglalkoznak a gyerekekkel, mondjuk 5 év múlva kapjanak egy edzéstervet, ami alapján kell a gyerekekkel dolgozni. Ahhoz azt érzem, hogy nekem először meg kell tapasztalnom, hogy ilyen, és nekem bele kell állni, és csinálnom kell. Tehát, hogy van dilemma még, hogy mi lesz, és aztán persze gyerekeket is szeretnék, sajátokat, nem feltétlenül csak másokét nevelni, úgyhogy érdekes ez. Akkor majd megtapasztalt, hogy ez, amit elmondtál idáig, ez mind semmi. Most képest, amikor a saját gyerekeidet kell majd nevelni. Igen, bízunk benne, hogy megélem, és tapasztalni fogom, hogy milyen, mert nyilván ez az, amire legjobban vágyom. Na, van egy olyan terület, amiről mindenképpen szeretném, ha beszélnénk, ugye már érintőlegesen szóba hoztuk, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Ez a 3 év, amit eltöltöttél így az egyetemen. Annyit beszélünk ugye a különböző műsorok kapcsán, meg témák kapcsán az utánpótlás képzésről, meg az edző képzésről. Na most te megtapasztaltad a saját bőrödön. Milyen? Jó? Tehát te most sokkal jobb edzőnek érzed magad, mint 3 éve? Kaptál annyi muníciót, amire szükséged van? Korszerű az edzőképzés? Mert hát ugye ti nevelitek a jövő kézilabdázóit, azok, akikkel együtt diplomáztál. Én azt mondom, hogy mindig mindenen lehet javítani, természetesen ezen is. És ebben is van hova fejlődni, és az új szemléleteket tanítani. Összetett ez a dolog abból a szempontból, hogy úgy ülünk az alapképzésen, például egy edzés elméleti órán is, hogy van 15 darab sportág, akik hallgatja az előadást. És hát nem feltétlenül a kézilabdás példákkal jönnek mindig az oktatók, és azt hozzák, hanem hozza az úszó példát, vagy húzza a foci példát, amiben ő dolgozik, vagy egyebek. És hát így viszont ott ülsz az órán, hogy oké, de akkor most melyik az enyém, vagy mit kéne nekem alkalmazni. És ez sok esetben így van. Nyilván az összes, van nagyon sok töltelék tantárgy, ezt tudjuk. Ez volt, én azt gondolom, hogy sokkal gyakorlatiasabbá kellene tenni, és sokkal célirányosabbá az oktatást. Azért itt olimpiai bajnokok ültek a hallgatók között, és azért nagyon sok, vagy hosszú patinkának ugye az edzője, aki volt, meg nem mondom most a nevét. Ki volt a
Most nem a Tuszábra gondolsz? Nem. Utána volt neki a magyar srác. Jó, majd mindjárt rögtözünk. Igen. Jó, mindegy. Összekommentálni szokta a tesója, a Jakabos Zsuzsának a férje, a tesója. Na mindegy. Tehát, hogy azért itt nagyon sok tapasztalattal ültek ott edzők, akik már aktívan dolgoznak meg minden, és hát ők is feltették a kérdéseiket, nem feltétlenül kapunk mindig választ, amit szeretnénk. Nyilván mondom, akár a kézilabda részében is sokat kaptam, sokat tapasztaltam, de azért azt még mindig nem tudom, hogy egy utánpótláskorú gyereknek honnan hova kell eljutnia, és milyen képzésben kell részesülnie. Petrovár Pátor. Igen, köszönöm. Igen, tehát ő ott, nagyon sokan ültünk, vagy a Komáromi Tibi, vagy bárki a tényleg ott a hallgatók között, és hát én azt mondom, hogy mindig mindenbe lehet fejlődni. Én mindig azt mondom, hogy nekünk nagyon nagy segítség lenne utánpótlás edzőnknek, ha a szövetség is törekedne arra, hogyha sok gyakorlati anyagot látnánk, akár olyan Facebook csoportot, vagy akár olyan videóanyagot, amiből biztos, hogy rengeteg van, de egyszerűen megosztanák az edzőkkel, hogy tudjuk használni, hogy legyen egyfajta összetartás, mert nyilván törekvés van arra, hogy egységes utánpótlásképzés legyen, de azért még olyan anyagokat, amit mi tudunk használni, abból azért olyan nincs közkincsét téve, és szerintem a magyar embernek is kell ebben, bár senki nem veszi el tőlünk, hogy edzéseket látogassunk, és kérdezzünk, és bárhova mehetünk, és bárhova mehetek én is, de hát ugye abban a helyzetben van az ember, hogy délután edzést tart ő is, tehát nem nagyon tud elmenni más edzéseknek a meglátogatására, vagy nézésre, tehát hogy ebben kellene szerintem, hogy sokkal gyakorlatiasabbnak lenni, nem feltétlenül azt osztályozni, hogy én most betalálok a célkeretbe, vagy nem, most mondok egy példát, hanem hogy ezt hogy vitizem, és hogy tanítom meg a gyereknek, és hogy érjük el ezt, hogy az a mozdulat az, hogy legyen. Tehát, hogy... Azt hallottam, hogy egyébként nem kaptál ötöst a gyakorlatban a áttövésből. Most igen. Mint azt tudjuk, és ez elhangzott már riportban is Ágai Andris szájából, vagy nem tudom ki szájából is közvetítés alatt, hogy hát lehet, hogy a nemzeti sportot nem tudnánk kihúzni ott ne alól, mikor... Biztos, hogy nem mondtam ilyet. Biztos, hogy nem. Nyilván az akkor sem volt olyan hű, de magas az emelkedés. Hát az... Várjál, most elment a hangod egy picit. Aha. Megvan. Jó, tehát ő a daily census jár. Miért ez elvárás az edzőkkel kapcsolatban, hogy legyen súlypontemelkedés, meg mit tudom, miért neked van? Találjon be a célkeretbe. Tessék? Találjon be a célkeretbe. Aha. És miért? Vagy tudjon bevetődésből lőni mondjuk a daily census képzésen. Most ezek ilyen apróságok, meg finomságok. Nem tudom, nyilván van, amit nem értünk mi sem, tehát én azt gondolom, hogy mindig mindent lehet egy kicsit jobban össze kéne rakni, vagy átgondolni, hogy hol, milyen képzésen, mit, hogy tanítunk. De hát igazából mindenki azt mondja, hogy bele kell állni, és tapasztalni kell. Olyan sémák nagyon nincsenek, nyilván vannak azért alap dolgok, amit tudni kell. Az első évben lázadoztam folyamatosan, aztán utána elfogadtam, hogy ez ilyen, és el is kellett fogadnom, és aztán rettenetesen jó társaság voltunk, és nagyon jó közeg, és az mindenért kárpót volt ezeken a K7-ben, úgymond. Na, szuper. Jó, hát én azt gondoltam, itt az elején azt gondoltam, hogy majd mekkora bajban leszünk, hogy miről beszélgetünk, na már van időnk. Viszont ez nagyjából kompatibilis azzal, amennyi aktualitás történik a kézilabda világban, mert konkrétan tényleg nagyon nagy a csend és a nyugalom, ami egyfelől persze jó, mert legalább rossz hírek nem jönnek, bár én hallottam egy olyan meg nem erősített hírt, hogy az ifi világbajnokság elmarad. Ez már a Nemzetközi Szövetségtől szivárgott, és veszélyben van a junior is, ami azért olyan sok jót nem jelent a következő hónapokra, de hát bízunk benne, hogy tényleg most már lesznek meccsek. Tími, ha jól tudom, akkor te edzéseket nézel jobb ilyen. Igen, aminek nagyon örülök például, hogy a Ferencváros edzését is lehetett a szerdai napon élőben követni a Facebookon keresztül. Hát én most minden ilyet próbálok magamba szívni, és azért előteljesen kijön már a mérkőzési jelen.
Nálam is. És tényleg bármi edzőmeccsről, bármiről látok felvételt, én annak már nagyon örülök. Nem vagyok derülágytól jövőt illetően, és azt látom, ahogy a világ történései vannak, és országokban milyen óvintézkedések ismét. Nyilván ezeket a világversenyeket is megnehezít, hogy a csapatokat kell utaztatni, honnan jönnek, milyen országból, tehát, hogy annyira összetett. Én tényleg csak reménykedni tudok, hogy legalább a szeptemberrel indul, és ott legalább beindul, ha zárt kapuk mellett is, de hogy legalább már látunk mérkőzéseket, és azt lehet közvetíteni, és akkor ott valamilyen formán elindul. De érdekes ez az év nagyon. Ez egyébként ilyen érdekes kontraszt, ugye, hogy vannak ezek a problémák a járvány miatt, hogy van egy ilyen feszültség, meg egy félelem, de közben meg, hogyha olvassuk a különböző klubokról a tudósításokat, egy ilyen idilli hangulat van, mindenkinek nagyon tetszik az új klubja, fantasztikusak a lányok, fantasztikusak a fiúk, imádom az edzőt, minden nagyon szép, minden nagyon jó, tehát tényleg ez az az időszak, hogy beilleszkednek az új játékosok, már van egy kis labdaéjség, meg mozgáséjség ugye az elállás után, tehát mindenkinek marhára tetszik. Jó a hangulat ilyenkor, ugye nincsenek mérkőzések, ahol mondjuk az egyik-másik játékos elégedetlen, mert üldögél a padon, vagy nem megy úgy neki a játék, vagy nem azt csinálja, amit kell, és az edző leszúrja. Ilyenkor ebből nincs probléma, mindenki boldog, úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog. Aztán, amikor elindul majd a szezon, akkor lesz az igazság órája, hogy ez a sok jól beilleszkedett, boldog játékos, az mennyire tudja hozni azt a teljesítményt, amit várnak tőlük. Hát igen, én azt hiszem, hogy mindenki nagyon, tehát jót tett azoknak a játékosoknak, akik ilyen mókuskerékben voltak, ez a két hónapos leállás, pihenés. Az biztos. Nagyon jól jött. Tehát ő tudott töltekezni a szerettei, több esetben a legtöbb ember a szerettei mellett volt, ami nem tudom mióta nem fordult elő velük, és azt hiszem, hogyha én játékosként gondolkodom, akkor ez egy nagyon jó dolog. Tehát, hogy tudott regenerálódni, tudott pihenni, fel tudott töltődni, és igen, nagyon várta már, hogy elinduljon, és ki van éhező arra, hogy viszont azt csinálja, ami meg az életének a mozgató rugója, az edzések és a mérkőzések. Úgyhogy szerintem ezért van ez az idilli hangulat, és ezért van az, hogy mindenki ennyire boldog és fesztelen, mert ráadásul idő is van arra, hogy felkészüljenek, fel van építve, gondolom, szépen, szisztematikusan a munka mindenhol, mert belefér az időbe, és ez egy jó dolog. Igen, hát ez azért az a véleményem, hogy az edzőknek ez egy idilli dolog, van 2 héttel többen, ezzel is tudunk foglalkozni, avval is tudunk foglalkozni. A játékosok az elején az még élvezik, csak mikor ugye már egy csomó edzés lement, és már mindenki játszana, ráadásul edzőmeccsek is sokkal kevesebb lesz, mint ami szokott lenni, tehát nem nagyon lehet játszani még felkészülési mérkőzéseket se. Egy idő után szerintem azért már kicsit elegük lesz a sok edzésből, de hát ilyen az élet. Ez van, tényleg legyenek, induljon el a bajnokság másfél hónap, aztán meg legyen BL szezon, komolyan mondom azzal. Elégedett lennék. Na hát Timi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Én is köszönöm. Élvezd a nyarat továbbra is. Legyen meg a termed, azt kívánom, vagy itt, vagy ott, és akkor minden. Építünk egyet nekem. Igen. Kéne segítség majd, az egyik iskola szeretne. Mindenki visz egy téglát. Jó, majd ezt, majd amikor aktuális lesz, akkor szólni fogok, jó? Hogy akkor lehet, hogy nem csak egyet kéne hozni, hanem többet is. Na jó, hát azon kívül folytatjuk. Köszönjük a figyelmet, köszi, hogy néztetek minket, sziasztok, viszontlátásra!